Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Tisza egy televízió Látóhatár című magazin műsorát látják Ungvárról. Műsorunk tartalmából röviden. Csodasarok program Kárpátalján. Szemrád Emil tanár úr egy honlapot készített eddigi élete összefoglalására. Liszt Ferenc koncert. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kárpát-medencei online játékkal zárta a külhoni kisiskolások évét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. A Miénk a Város címmel 2013. szeptember végén indított internetes vetélkedőn 6 és 10 év közötti gyerekek vehettek részt, akiknek a játék honlapján megjelenő feladatokat kellett megoldaniuk. A legtöbb helyes megfejtést beküldő tanulók érdekes nyereményeket tartalmazó csodasarkot nyerhettek az osztályuk számára. Örülök annak, hogy ajándékot tudtam hozni. Kárpátaljáról 8 tanuló szerepelt sikeresen a Miénk a Város magyarországi és külhoni magyar iskolák számára meghirdetett játékban. Közülük a Beregszászi Magyar Főiskolán 5, többségében Felső Tiszavidék és a Szórványban működő iskola nyertese vehette át a csodasarok ajándékait. A csodákért mindig valamilyen teljesítményt kell gyújtani. Ez pedig már a Csapi középiskola, ahová a Gáti és a Csongori iskola után személyesen vitte el a csodasarkot Répás Zsuzsanna államtitkár. A csapi gyerekek közül Kovács Levente negyedik osztályos tanuló volt az, aki a Miénk a Város játék valamennyi feladványát megfejtette. Minden sikeres megfejtés után a játékban szereplő fekete-fehér város egy része színessé változott. Azok nyertek, akik a teljes várost ki tudták színezni. Az egyik meséből kellett gyurmát készíteni, a másik meséből pedig síkbábot kellett készíteni, a harmadikból őszi termésekből kellett egy képet csinálni, és a negyedikből pedig egy jelenetet le kellett rajzolni a meséből. A 100 000 forint értékű csodasarok csomag könyveket, fejlesztőjátékokat, CD-ket, DVD-ket és egy csocsót tartalmaz. Mindezt a játékosok nem maguknak, hanem az osztályuk számára nyerték. Csapon a gyerekek az átadást követő napon birtokba is vehették az ajándékokat. Nagyon sok érdekes könyvet kaptunk, és érdekes az játékokat, például a Logivár, a Csocsó. Kipróbáltátok már a Csocsó? Igen, és nagyon tetszik nekünk. A könyvek, a társasjátékok, eleve az egész csomag úgy volt összeállítva, hogy ne csak örömet okozzon a gyerekeknek, hanem gyakorlati haszna is legyen. A tanárok szerint mindennek hasznát tudják venni, ami a csodasarokban helyet kapott. Olyan játékok vannak, amiket manapság már elfelejtettek. A Bábel-torony, az Amőba, a bűvös kígyó, ezek még az én gyerekkoromban voltak nagyon hasznos játékok, amik a logikát, a megfigyelőkészséget fejlesztik. Sajnos mostanában nem nagyon használjuk ezeket a játékokat. Nagyon nagy hasznát lehet venni, mert a gyerekeknek a megfigyelőkészsége az utóbbi időben nagyon gyenge, romlik. Ilyen-olyan okokból, de ez tény. Rengeteg verses könyvet kaptunk, gyerekirodalmat. Szerintem meg fogják szeretni az olvasást, mert zőnyelvükön íródott kis mesék, kis elbeszélések, rövid kis regények. Hát, amit nálunk nem nagyon lehet beszerezni. Mindig örülünk olyan kezdeményezésnek, ami segíti a gyermekeink fejlődését, és ami bekapcsolja az egységes magyar nemzet közösségbe, vagy nemzeti közösségbe. Különösen azért érdekes ez a játék, mert az interneten keresztül történt, és ugye az internetet már mindenütt használják a gyerekek. Mint kárpátaljai pedagógus és a Pedagógus Szövetség elnöke, örülök annak, hogy a 2000 gyerek közül kiválasztott, vagy a legjobb teljesítményt nyújtó 51-ben 8 kárpátaljai gyerek is bekerült. Azt gondolom, hogy ez ismét hozzájárulhat azhoz, hogy a magyar oktatásnak a presztízse növekedjen. A Kárpát-medencében több mint 2000 gyerek vett részt a Miénk a Város című játékban. Közülük a legjobb teljesítményt nyújtó 51 tanuló nyert csodasarkot. Az volt a cél ezzel a programmal, hogy megszólítsuk a szülőket, és megmutassuk nekik, hogy miért fontos az, hogy anyanyelvű oktatási intézménybe adják a gyermeket, miért fontos az a gyerekeknek, hogy magyarul tudjanak tanulni, és így tudják elsajátítani az ismereteket, és így tudják legjobban kibontakoztatni a bennük rejlő tehetséget.
Többen voltak a külhoni játékosaink, de voltak magyarországiak is, és akik nyertek, a külhoni gyerekek a saját osztályokat ajándékozták meg, és mostantól együtt tudják élvezni ennek az eredményét. A magyarországi gyerekek pedig kiválaszthattak egy külhoni iskolát, és nekik küldték el ajándékba, az ottani gyerekeknek küldte el ajándékba a csodasarkot. Én azt remélem, hogy ennek az ajándékozásnak az öröme olyasmi, amiből mindannyian nagyon sokan tudunk tanulni. A magyar kormány új nemzetpolitikai stratégiáján belül kiemelkedő helyet foglal el az oktatás, ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2012-ben az óvodásoknak, 2013-ban pedig a kisiskolásoknak indított sokrétű fejlesztési programot. Idén a felső tagozatosok körében a tehetséggondozást és a pályaválasztási tanácsadást fogják kiemelten támogatni. Kárpátalján sokan ismerik a neves tanárt, Szemrád Emil bácsit, aki a 20. század 60-as éveitől kezdve 2010-ig kémia tankönyvek zömét fordította orosz és ukrán nyelvről magyarra a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolások számára. 2000-ben a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja lett. Publikációnak a száma meghaladja a 300-at. 3 szabadalma van. Jelenleg saját honlapjának elkészítésén dolgozik, amelyben eddigi életét foglalja össze. Szemrád Emil tanár úr 37 éven át oktatta a kárpátaljai fiatalokat az Ungvári Állami Egyetem kémiai szakán. 2004-től a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola természettudományi tanszékének volt a professzora. Emil bácsinak csak nyugdíjas kora után lett számítógépe, de az élethosszig tartó tanulás jegyében azóta is ismerkedik a világháló nyújtotta lehetőségekkel. Augusztusban volt a 80. születésnapom. A fiatal munkatársakkal elbeszélgetve kiderült, hogy alig tudnak rólam valamit, az én életemről, az én nyomorgásomról sokszor, kutatásaimról, a könyveimről, a publikációimról. Nem tudják azt, hogy hát én, nekem mi a hobbim, mivel foglalkoztam. Ők kérték azt, hogy csináljunk valamit, hogy egy honlap keretében valamire visszaemlékezzek, és az minnyájunk részére élvezetes olvasmány lesz. Emil bácsi az akkoriban Csehszlovákiához tartozó Kárpátalján született. A 20. század történelmi viharainak köszönhetően megélte Kárpátalja visszacsatolását Magyarországhoz, majd anélkül, hogy elhagyta volna szülőföldjét, előbb szovjet, később ukrán állampolgár lett. Én egy vegyes nemzetiségű családban születtem, mert az édesapám Bécsben született, cseh nemzetiségű volt, és ide volt irányítva, mint egyszerű elemiskolai tanító. Az édesanyám magyar országi születésű lévén, hát ide került Kárpátaljára, és gimnáziumot végzett. És mint gimnazista megtanult csehül. 1938-ban a csehek innen kimentek vissza Csehországba, tehát itt hagyott minket, azzal, hogy mi majd később megyünk. Na de mivel zavaros volt a politikai szituáció, politikai helyzet, mi már nem követtük őt, mert onnan a levelek, amit kaptunk, gesztápó pecséttel voltak ellátva, és akkor a nagyapám azt mondta, ti már sehova nem menjetek, mert ott már komoly német protektorátus van. A félig cseh és félig magyar családból származó Szemrád Emil magyar nemzetiségű édesanyjával Kárpátalján maradt, így egyértelművé vált, hogy ezután a magyar vonalat fogja követni. Már gyermekkorától kezdve sokat olvasott és aktívan érdeklődött a tudományos dolgok iránt. Nagyon sokat kaptam a nevelésben, abban az irányban, hogy értékeljem a könyveket. Ebből kifolyólag lett aztán az, hogy én a Ungvári Egyetem vegyi karára kerültem, és azt 56-ban kitűnően végeztem, és akkor egy üresedés állt be a magyar iskolában, aminek azelőtt tanítványa voltam. 1956-ban kerültem, szeptember 1-én, minisztériumi kinevezéssel a magyar iskolába. És alig telt el jó pár nap, hát novemberben, amikor kiütött az úgynevezett magyarországi magyar forradalom. És akkor azt tapasztaltuk, hogy ez a forradalom nagyon megrendítette a kárpátaljai magyarságot. Egyszer arra lettem figyelmes, hogy az egész osztály állva
nézi a hidat. Mert akkor az vasúti híd volt, és a vasúti hídon Magyarország felé mentek a tankok. Tankszerelvények, és az minden fél órában, minden órában megismétlődött. Kárpátaljáról számos olyan ember származik, akik a tudományos életben, a sportban vagy a kulturális területen kimagasló eredményeket értek el. Emil bácsi osztálytársai közül is többen váltak országosan ismerté. Nagyon érdekes diák életünk volt. Fiú és lány osztályok külön-külön voltak, és a fiú osztályban hát rengeteg barátra akadtam, habár mi mondjuk születési éveink alapján hát nagyon különböztünk, mert voltak tőlem fiatalabbak, de többen voltak, akik idősebbek is voltak tőlem. A legszorosabb barátom Komjáti Béla volt. Ez a barátom a paksi atomerőmű kutató vegyésze lett. Úgyhogy nagyon szép karriert futott be, és én nagyon büszke vagyok, hogy én a barátja lehettem. A másik nagy sportember Krivecki Vladimir volt, aki a Lokomotívnak a kapusa volt. Hát a sportembereket említve, még azt kell mondanom, hogy volt egy nagyon kiváló egyéniség, a Tribusz barátunk, Tóninak neveztük, Tóninak, aki nagy futó volt már akkor, amikor megismerkedtünk. Ez a futás szenvedély, vagy futó szenvedély elkísérte a sírig. Minden korban vannak és voltak kiváló tanulók, kiváló egyéniségek, amelyek aztán az életben kibontakoznak, és hát remek szakembereké, remek embereké válnak, remek polgároká válnak a társadalomban. Hát úgy volt ez a régen, és most is úgy van. De tulajdonképpen vannak bizonyos, hát már elfogadott szokások, amelyek mégis az egyik kort megkülönböztetik a másiktól. Abban a korban, amikor én tanítottam a magyar iskolában, hát akkor a sportnak volt nagyon nagy szerepe a diákok életében. Tehát tulajdonképpen a futball, az úszás, az atlétika, hát azt tulajdonképpen a legjobban lekötötte a fiatalságot, úgy a fiúkat, mint a lányokat. Ez az egyik nagyon pozitív dolog volt, a másik pedig az, hogy mondjuk abban az időben nagyon, de nagyon szerették a tanulók a könyveket. Szerették a szép irodalmat, szerették a tankönyveket, használták is őket. Tehát tulajdonképpen még verseny is folyt abban, hogy ki fogja megszerezni mondjuk a ritka példányú tankönyveket, mert nem mindenkinek jutott belőle, úgyhogy hát még versengés is volt a tanulók között, hogy hát hogy ki lesz a tulajdonosa egyik vagy másik tankönyvnek. A komputerizáció, azt mondhatom, hogy még akkor nem volt elterjedve, ha bár a világban már, ugyebár az amerikai kontinensen, az Egyesült Államokban már 45-ben volt komputer, a Neiman János már akkor beindította egy nagy számítógépét, stb. Na de ez a számítás technikai forradalom csak később indult el, és a mai gyerekek most már hát egész terjedelemben birtokában vannak ennek a nagyszerű dolognak. A számítógép megkönnyíti az ember életét. A számítógép összeköti az embereket a világ minden táján. A számítógép szórakozást is jelent, mert vannak különböző játékok, különböző érdekes dolgok, és hát kapcsolatokat lehet teremteni. Az én párom nagyon jól ismerte ezt a illetőt, a Belász Miska bácsi, mert együtt dolgoztatok. Van egy olyan mondás, hogy a sikeres férfi mögött, háta mögött, mindig van egy nagyon csodálatos feleség. Hát én nem mondhatom magamat nagyon sikeresnek, de a feleség, a csodálatos feleségem az megvan. Tehát tulajdonképpen az igazság az, hogy hát ő nagyon sokat segített nekem abban, hogy mondjuk a kandidátusi értekezésemet
Hát rövid időn belül operatívan megoldottam. Ő tulajdonképpen gépírást is tanított, habár ő biológus középiskolában, és ő kitűnően gépelt. Tehát ő gépelte nekem a disszertációmat, aztán ragasztottuk a fényképeket, és mindezekben a dolgokban ő nekem nagyon nagy segítséget nyújtott. Akkor, amikor időre kellett dolgozni és benyújtani a disszertációm első példányát egy olyan intézménybe, akik akkor azt átfényképezték. Tehát akkor az volt a divat, ugyebár nem volt még komputer, és azt egy az egybe átfényképezték. Szemrád Emil tanár úr egész életét a tanításnak és a tudománynak szentelte. Életpályája példaként állhat a mai fiatalok előtt. Azt szeretném mondani a mai tanuló ifjúságnak, hogy ki kell használni azt az időt, amikor az ember még diák sorban van, amikor még tanul. Azért, mert ezek az évek nagyon hasznosak a mindenféle tudomány elsajátításában. Például tudjuk azt, hogy egész fiatal korban lehet elsajátítani a zenét, a matematikát. Hogyha azt a gyerek elhanyagolja, későbben már nagyon nehezen tudja azt újra pótolni, és nagyon nehezen lesz belőle jó matematikus vagy jó zenész. Tehát mindezt nagyon fiatal korban kell kezdeni és csinálni. Minden esetre a tudás az érték. A tudás az erő. A tudás az egy olyan erő, ami bármikor kisegíti az embert nehéz szituációkban, akkor is, amikor azt hiszi, hogy már elveszett ember. Tehát gyakorlati tudás is van, elméleti tudás is van. Tehát mind a kettőnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy az ember élete úgy alakuljon, hogy maximálisan elérjen bizonyos eredményeket, és sőt még abban is, hogy egészségesebben maradjon, mint azok, akik nem jártasak mondjuk a tudományokban. Hát azt kell mondanom, hogy az, aki tanul, hát annak megvan a gyümölcse. Úgyhogy én csak felhívom a mai fiatalságot arra, akarom serkenteni, hogy hát azért a tanulmányaikat becsületesen és eredményesen végezik, és igyekezzenek minden esetre felhasználni bizonyos célok elérésére. Kárpátalján a magyarság megmaradásának egyik kulcskérdése mindig is a magyar nyelvű oktatás volt. Mindig voltak és lesznek is olyan emberek, akik egész életükben azon munkálkodnak, hogy a külhoni területeken ne vesszen el a magyar szó, s általa a magyar nemzet. Most pedig megtekinthetik a kiváló zeneszerző Liszt Ferenc második zongora versenyét, amelyet az Ungvári Filharmóniában adtak elő. A koncerten Rózsa Ferenc karnagy vezényelte az Ungvári Szimfonikus Zenekart és a Cantus kórust. Zongorán Csupri Ketelka érdemes művész játszott. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kedves nézőink, ezzel mai magazinműsorunk véget ért. Köszönöm figyelmüket, nézzenek minket minden nap. Viszontlátásra!